Kiskörösön a Trizolióti Futi Egyesület, valamint a helyi EFI iroda szervezésében zajlott az idei futókörök napja. Az országos kezdeményezést a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetsége indította el. A verseny célja az, hogy az eseményre regisztrálók minél több kilométert tegyenek meg futva vagy gyalogolva. A kikötés annyi, hogy az valamely az országos futópálya építési program, illetve egyéb beruházások során megépült rekordtámborítású futókörökön történjen. Az országban összesen 25 helyszínen indult el egy időben vasárnap reggel 9 órakor a futás, ami délután 5 óráig tartott. Kiskörösön a záportározótó körül tavaly átadott futópályára nem csak a sportolókat invitálták a szervezők, hanem mindenkit, aki hasznosan szeretné eltölteni szabadidejét. A lényeg az, hogy kivigyük a pályákra az embereket, azokat is, akik rendszeresen nem sportolnak. Tehát legyünk együtt, legyünk itt a jó levegőn, jöjjenek ki családok, jöjjenek ki teljesen amatőrök, akik csak egy kört akarnak végsétálni. Tehát ez népszerűsíteni a futást, a mozgást, a szabad levegőn eltöltött hasznos időt. Tavaly csatlakozott először Kiskörös a futókörök napjához. Akkor viharos, szeles idő volt, most azonban az időjárás is kegyes volt a résztvevőkhöz, akik szép számmal mentek ki a záportározóhoz. Megdupláztuk a résztvevők számát is, és megdupláztuk a megtett kilométereket is. 1059 kilométert tettünk meg egész pontosan. A 25 nevező város közül 22. helyen végzett Kiskörös, ami szép eredmény, hiszen főként nagyvárosokkal versengtek. Szeretnénk minden évben megduplázni a résztvevők számát is, meg a megtett kilométereket is. Tehát az a célunk, látjuk azokat, akik előttünk vannak, akik azért nagyon szervezett módon csinálják ezt, és nagyon sok egyesület részt vesz, nagyon sok iskola benne van ebbe, és meg lehet gyorsan így duplázni a megtett körök számát. A három legtöbbet futó résztvevőt külön díjazták. 55 kört futott Rózsa Sándor, aki 44 kilométerrel, 51 kört Szent Miklósi Lajos, aki több mint 40 kilométerrel, és 47 kört Kisberdó Ádám, aki így közel 38 kilométerrel gyarapította Kiskörös ösztávját. Az iskolák versenyét a KT-ben József általános iskola nyerte, akik ezért a szép teljesítményért egy 20 000 forintos vásárlási utalványt vehettek át.